Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Végső nyugalomra helyezték Hódmezővásárhely volt polgármesterét. A napokban utalják az egészségügyben dolgozók emelt bérét. Elkezdték kézbesíteni a város karácsonyi ajándékát. Végső nyugalomra helyezték Almási Istvánt, Hódmezővásárhely megyei jogú város volt polgármesterét a kincses temetőben. Ezt megelőzően a gyászolók a Szent István király templomban róhatták le kegyeletüket. A városvezetőt 1994-ben választották meg, előbb települési képviselőnek, majd 2000-től alpolgármesterként, 2012-től polgármesterként dolgozott Hódmezővásárhelyért. Pályáját magyar énekzene szakos pedagógusként kezdte, majd a Petőfi Művelődési Központot és a Németh László könyvtárat vezette. A zene szeretete végig kísérte életét, a Promenád Dixieland zenekar alapítója volt. Munkáját számos díjjal ismerték el. 2010-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetést adományozta neki. Búcsúztatására ma került sor, előbb a Szent István király templomban, ahol már reggel 9 órától folyamatosan leróhatták tiszteletüket a gyászolók, majd déltől Kisrigó László szegedcsanádi egyházmegye püspöget celebrált misét. Ezen a családtagokon, barátokon, tisztelőkön, a városvezetőkön, a vásárhelyi polgármesteri hivatal és a közintézmények dolgozóin, valamint a térség polgármesterein kívül tiszteletét tette Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is. A lélekajánlást követően pedig Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő mondott búcsúbeszédet, melyben mint barátról, szeretett közéleti személyiségről, politikai úriemberről és mint mentorról, segítőről is megemlékezett. Felidézte utolsó találkozásukat és búcsúzásukat, mely kapcsán kihangsúlyozta, olyan készfogása, mint Almási Istvánnak, csak egy becsületes embernek van, és az ő tenyere mindig emlékezni fog erre a készfogásra. Az elhunyt városvezetőt a búcsúztatást követően kora délután a kincses temetőben helyezték örök nyugalomra. A folyamatos infrastruktúrális fejlesztéseknek és az emelkedő béreknek köszönhetően kevesebb az elvándorló orvos, a friss diplomások száma viszont nőtt, jelentette be a tegnapi kormányinfon Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, majd arra is kitért, az újabb emelt béreket mától utalják az egészségügyi dolgozóknak, valamint praxisonként 3 millió forint pluszt kapnak az alapellátásban dolgozó fogorvosok is. Stábunk tegnap a Makói Kórházban járt, ahol osztályvezető főorvossal és ápolókkal beszélgettünk a témáról. Az egészségügyi alapellátás javulása érdekében folyamatosan számos intézkedést tesz a kormány, de a városok vezetői és például a Vásárhelyi és Makói Kórházat tömörítő egészségügyi ellátóközpont igazgatása is. Itt például kiemelkedőek az infrastruktúrális fejlesztések. A makói tagintézményben 2 évvel ezelőtt közel 1 milliárd forintból új intenzív és radiológiai osztály valósult meg. A véradó új helyre, a tüdőgondozó pedig visszaköltözött. Elkezdődött a pszichiátriai gondozó és szakrendelő felújítása is, de mivel ezt nem tudták akkor befejezni, így egészen idáig keresték erre a lehetőséget. De a rendelőknek egy része még felújításra szorul. A váróterem is ugyanígy, vagy az előcsarnok is felújításra szól, hát ez volna egy körülbelül 300 milliós pályázatunk, ami ugye említettem, napokon belül elbírálásra kerül. Idén tovább folytatódik az egészségügyben dolgozók béremelése is. Az orvosok bruttó 100 ezer forinttal, a szakdolgozók pedig újabb 12%-kal kapnak több fizetést decemberben. Dr. Gók Csaba a Makói Kórház belgyógyászati osztályát vezeti. Saját bevallása szerint az irány jó, majd hozzátette. A béremelés alapbéresítve lesz, tehát ez az összeg magasabb is lehet. Nem csak az alapfizetésünk emelkedik ezzel kapcsolatban, hanem az ügyeleti díj is arányosan. Tehát így nem csak erről az összegről van szó, hanem ez az összeg, ez nagyobb. Ide megengedi, hogy a doktor úr megvizsgálja, és vizsgálatokra elküldje.
Szurovec Gyuláné, a makói sürgősségi osztályápolónője a kezelésre vonatkozó beleegyezési nyilatkozatot iratja éppen alá egy idős hölgyel. Sokuk, Szurovec Gyuláné mellett például Ezek Noémi is, évtizedek óta töltik a mindennapjaikat a betegek között, és ott segítenek, ahol tudnak. Saját bevallásuk szerint nagyon jól esik nekik, hogy munkájukat egyre inkább megbecsülik anyagilag is. Végtelenül örülök, mert tudunk most már nyaralni, menni, félretenni, egy kis nyugdíj előtakarékosságot, tehát biztonságot adunk majd a kis nyugdíjra várásunknak. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokunkat kihúzott a csávából. Arról nem beszélve, hogy míg a béremelést megelőzően több helyen vállaltam másodállást, deszki kórház, sürgősségi osztályon, vásárhelyen, és azóta nem kell. A legfrissebb adatok szerint ezen intézkedéseknek köszönhetően drasztikusan csökken az orvosok elvándorlása. Erről Lázár János miniszter számolt be a tegnapi kormányinfón. A külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági engedélyeknek a száma felére csökkent 2010 óta, tehát fele annyi orvos kér külföldi munkavállaláshoz szükséges engedélyt, mint kért a korábbi időszakban. A miniszter azt is bejelentette, még idén praxisonként 3 millió forintot kapnak az alapellátásban dolgozó fogorvosok, és az is kiderült, a támogatást jövőre is szeretnék számukra biztosítani. Karácsony alkalmából 10 000 forint értékű Erzsébet utalványt kapnak a Makón élő 70 év feletti nyugdíjasok. Az ajándékok kézbesítését már megkezdték az önkormányzati képviselők, stábunk ma délelőtt Kovács Sándort kísérte el a Síp utcába. Egészséget kívánok, kellemes ünnepet kívánok, és használja egészséggel, szeretettel 500, igen. 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, igen. 5000, 6000, 7, 8, 9, 10. Köszönöm szépen. Kovács Sándor elsőként Bíró Sándornét lepte meg ma délelőtt a 10 000 forintos utalvánnyal. Az idős hölgy 89 éves, néhai férjével földműveléssel foglalkoztak. Unokái mellett lánya gondoskodik róla, saját bevallása szerint a kapott támogatás sokat jelent számára. Sokkal, mert a nyugdíjam nem olyan sok, azt ahhoz képest sokat jelent ez a 10 000 forint. Mire fogja költeni esetleg? Hát élelemre, húsra. Mert azt nem tudok másból venni. A képviselő ezt követően Etelka néni szomszédjaihoz tért be. Varga Noé és felesége Viktória is örömmel fogadták az ajándékhozóját, hiszen elmondásuk szerint nem mindegy, hogy mennyi pénzből gazdálkodik a család. Az az igazság, hogy nagyban segít bennünket, mert ugyanis vannak unokák, és kérem szépen, szeretnénk támogatni őket. Makóváros képviselőtestülete még 2014-ben a köszönet jegyében határozott úgy, hogy minden 70 év feletti nyugdíjasnak 5 000 forint értékben Erzsébet utalványt oszt ki az év végén, karácsony előtt. Az idei esztendőben azonban ezt az összeget 10 000 forintra emelték, sőt nem csak az adventi időszakban, hanem húsvétkor is kézbesítik majd számukra. Kovács Sándor önkormányzati képviselőtől megtudtuk, ebben az évben 3314 makói lakos részesül a támogatásban. Ez az én választókerületemben 395 70 éven felüli nyugdíjast érint. Mindenütt nagy örömmel fogadják, mert én tegnap előtt kezdtük el körzetemben kiosztani. Én nagyon szeretném, ha az időjárás is engedi, akkor a jövő hét végénre befejezni szeretném ennek a kiosztását. Ezen kívül elkezdték kihordani a postások a kormány által biztosított 10 000 forintos Erzsébet utalványokat is, sőt idén először adnak nyugdíjprémiumot. 2018. januárjától pedig 3, illetve 3,8%-kal nőnek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátásuk a decemberihez képest, attól függően, hogy 2017-ben vagy annál korábban állapították meg a járandóságot. Mindemellett az országgyűlés kedden döntött arról, hogy Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére januártól plusz 50 000 forintot kapnak havonta a nyugdíjuk mellé azok, akik legalább 20 évig otthon ápolták tartósan beteg gyermeküket. Diabétesz világnapi összejövetel tartottak a civil szervezetek házában. A Makói Cukorbetegek Egyesülete ingyenes vérnyomás és vércukorméréssel, teszttel, valamint előadásokkal várta a látogatókat.
A cukorbetegség világnapja a diabéteszre való figyelemfelhívás globális eszköze, minden évben november 14-én tartják. A jeles nap nem véletlenül esik erre a dátumra, ekkor született ugyanis több mint 100 éve az inzulin egyik felfedezője, az ezért Nobel-díjat is elnyerő Frederick Banting. Célja az, hogy fölhívni a figyelmet arra, hogy aki még nem cukorbeteg, az tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne legyen jelöltje, vagy ne legyen cukorbeteg. Aki meg cukorbeteg, az pedig tegyen meg mindent azért, hogy minden ismeretet kérjen és követeljen az orvosaitól, a szakembereknek pedig az a feladatuk, hogy adják át ezeket az ismereteket a betegeknek. A rendezvényre a civil szervezetek házában került sor, ahová számos érdeklődő ellátogatott. A résztvevők dr. Kádár Csilla a betegség aktuális kérdéseit taglaló előadását hallgathatták meg, valamint egy 13+1 kérdéses, a cukorbeteg életmóddal kapcsolatos teszt kitöltésére is sor került. Lakatos Lajosné több mint 10 éve szenved a diabétesztől, ismerőseinek meghívására érkezett az összejövetelre, ahol elhatározta, hogy 2018-ban ő is csatlakozik az Egyesülethez. Örülök annak, hogy ilyen társaságba jöttem. Nagyon sok szép programot hallottam, kirándulást hallottam, hogy mennek az emberek, megnézik Magyarország legszebb tájait. Én igaz, mint gimnáziumi dolgozó a gyerekekkel bejártam az országot, de az rég volt, és biztosan minden város ad megint újabb és újabb szépségeket. A rendezvény ideje alatt volt lehetőség új vegyes vércukormérésre is, a zenés jó hangulatról pedig Fodor Antal gondoskodott. Az előadások végeztével a szervezők megvendégelték a résztvevőket. Harmadik éve tart a Zsivodán Hungary Kft. És a Szegedi Tudományegyetem együttműködésével megvalósuló duális képzés. Ennek részleteiről és az elmúlt évek tapasztalatairól Karkas Mihály ügyvezető igazgató beszélt stábunknak. November 19-én tartotta a legutóbbi nyílt napját a Zsivodán Hungary Kft. Makói üzeme. A cég nagyon fontosnak tartja, hogy minél többen első kézből tudjanak tájékozódni és benyomásokat szerezni lehetséges jövőbeli munkahelyükről. A középiskolás diákok mellett az STM mérnöki karának hallgatói és tanára is részt vettek a gyárlátogatáson, mely a tervezett másfél óra helyett az érdeklődés miatt végül 3 órára nyúlt. Ugye az ember látja, a saját maga érzékeli, hogy milyen az a munkakörnyezet, ami egy potenciális munkahely lehetőségét rejti, akkor sokkal inkább el tudja képzelni, hogy mi vár rá, mit fog tapasztalni, hogyha majd az élet úgy hozza, hogy csatlakozik a például a mi esetünkben a Zsivodán Hungary dolgozói közé. Úgyhogy ezért szerveztük meg ezt a napot. Az elsőleges benyomások, az elsőleges tapasztalatok, azok nagyon meghatározóak, különösen a fiatalok számára, hogy milyen orientációt vegyenek maguknak, hova menjenek tovább tanulni, milyen egyetemi képzést válasszanak maguknak. Az elhelyezkedésükben a Zsivodánt megcélozni vágyó diákok számára egyenes az út a Szegedi Tudományegyetem mérnökképzési karára, ahol az élelmiszer mellett gépész, technológus, villamos, valamint vegyészmérnökként is tovább tanulhatnak, melyek mindegyike megtalálható a cég alkalmazottai között. Az idei a harmadik olyan évfolyam, amely már duális képzésben végzi egyetemi tanulmányait, mely során az elméleti oktatás a felsőoktatási intézményben, míg a gyakorlati a cégnél zajlik. Elmondhatom, hogy nagyon pozitív tapasztalataink vannak az első hallgatókkal kapcsolatban. Ugye minden évben lehetőség nyílik, 1-2-3, adott évben éppen volt egy év, amikor 4 hallgatót is fölvettünk. Segít bennünket ahhoz, hogy megismerjük őket, hogy ők milyen emberek, milyen potenciál van bennük, mennyire megbízhatóak, mennyire nyitottak az új dolgok befogadására, megtanulására. Másrészt ez egy rendkívül jó lehetőség a hallgatók számára is, hogy megismerjék, hogy a Zsivodán is lehet akár számukra egy potenciális jó munkáltató, miután megszerezték a diplomájukat, akár hozzánk is tudnak csatlakozni munkatársként. Ez a fajta előrehozott gyakornoki program ugyanakkor komoly kötelezettségeket is ró a munkáltatóra, ugyanis megfelelő belső mentorokra van szükség ahhoz, hogy segítsék a duális rendszerben tanuló hallgatókat. Előnye ugyanakkor, hogy ezek az egyetemisták már első évüktől kezdve folyamatosan szerzik szakmai tapasztalatukat, gyakorlatukat 4 vagy akár 5 éven át, ami nagyban megkönnyítheti a végzés utáni elhelyezkedésüket.
Az őszi szezon utolsó mérkőzésén talált kapuba a tavalyi gólkirály Gémes Bence. A csatár már az első félidőben eldöntötte a 3 pont sorsát. A Makó FC a tabella 15. helyén zárta az első NB3-as szereplését. Jó esélyekkel utaztak a marosmentiek a Vecsés otthonába, ugyanis az NB3-as osztály első mérkőzésén 0-0-ás döntetlent játszottak. Ebben a szellemben léptek pályára az első játékrészben, melynek hamar meg is lett az eredménye. A találkozó 3. percében a tavalyi gólkirály Gémes Bence szerezte meg csapatának gólját egy gyors ellentámadásból. A hazaiakat ez megzavarta, pontatlanul játszottak, több hibát is vétettek. A makkóiak azonban nyugodtan futballoztak, több helyzetet is kidolgoztak, melyekkel akár növelhették is volna eredményüket. Ezeket a védők és a kapus hárította. Majd jött a 30. perc, amikor Gémes ismét a kapussal szemben találta magát, melyből ő lépett ki győztesként. Így 2-0-ás vendégsikerrel fordultak az együttesek. A 2. fél időben a játék kezdett leülni, a vendégek visszahúzódtak, a vecsésiek pedig sem egyenlíteni, sem a vezetést nem tudták megszerezni. Tehát a végeredmény Vecsési FC Makó FC 2-0. Az M-foci Kft.-nek ez volt az utolsó őszi bajnoki az NB3 középcsoportjában, melyet 10 vereséggel, 3 döntetlennel és 2 győzelemmel zártak. Ez a tabella 15. helyére volt elég 9 pontszámmal. Rakoncéjék 2018. március 3-án rangadóval kezdik meg a tavaszi szezont, a Hódmezővásárhely gárdája ellen lépnek majd pályára. Most pedig érkezzenek kiemelt híreink, még egyszer röviden. Végső nyugalomra helyezték Hódmezővásárhely volt polgármesterét. A napokban utalják az egészségügyben dolgozók emelt bérét. Elkezdték kézbesíteni a város karácsonyi ajándékát. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 17 perctől Hírextra című hírháttér magazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 37 perctől a Publikum című magazint tekinthetik meg, majd 19 óra 7 perctől Társalgó című magazinunkat tűztük műsorra. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó. Legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!